A hivatalosan munkaidőszervezéssel kapcsolatos törvényjavaslat a novemberi benyújtása óta több bizottságon is átment, és ez alatt többször is változott. Az elfogadott végleges szabályozás szerint, ha a munkavállaló írásban beleegyezik, akkor az eddigi 250 kollektív szerződés esetén 300 óra túlmunka 400-ra emelkedhet. Ezt a kormánypártok önként vállalt túlmunkának nevezik. A híradónknak nyilatkozó munkajogász szerint azonban sok munkavállaló egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy nemet mondjon a főnökének, ha az túlórát kérne tőle. Egzisztenciálisan függő helyzetben van a munkaadótól. Ez nem csak az, hogy kirúghatják, de nagyon megnehezíthetik az életét egy cégnél. A javaslat másik vitatott pontja az, hogy a túlórákat az eddigi egy év helyett 3 év alatt kell elszámolni. Vagyis akár az is előfordulhat, hogy a plusz munkából megkeresett plusz pénzt csak 3 év múlva fizeti ki a cég. A kormány azzal érve, hogy ha nem elégedett valaki a munkahelyével, akkor nyugodtan felmondhat, mert úgyis könnyen talál új munkát. Hogyha a munkavállaló nem elégedett a vállalatával, akkor ebben a pillanatban nagyon gyorsan talál egy másik munkahelyet magának, és hát a kisemberek, ahogy önfogalmazta, a megvédésnek legjobb módja az, hogy elegendő munkahely áll rendelkezésre. A szakszervezetek szerint ez nem alternatíva. Azt kérik a munkavállalóktól, hogy mutassák meg, milyen lenne, ha fel kellene mondaniuk. Csütörtökre kérjük azokat a magyar munkavállalókat, akiket a hátrányos törvények érintenek, tiltakozásuk jeléül vegyenek ki szabadságot. Az érdekképviseletek egy állandó nemzeti munkaügyi kerekasztal létrehozását kérik a kormánytól, az ellenzék, a munkaadók és a munkavállalók részvételével. Ha követeléseik nem valósulnak meg, akkor készek sztrájkokat szervezni.